Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Erősíti a közösséget és az identitást, és fejleszti a gazdaságot. Ez a jelentősége Tiszaeszlár új piacának. Hamarosan megmutatjuk a vásárteret, előtte azonban jöjjön mai műsorunk teljes kínálata. Szubintenzív kórterem. Összefogással fejlődött a Máté Szalkai Kórház. Új termelői piac, 100 millió forintos beruházás Tiszaeszláron. Diák munka nyáron, növekedett a fiatalok órabére. Helyi vállalkozók és a város önkormányzatának összefogásával új szubintenzív kórtermet alakítottak ki a Vármegyei Kórház Máté Szalkai tagintézményében. A kór igényeinek megfelelő kórteremnek köszönhetően jelentősen javulhatnak a sztrókon átesett betegek gyógyulási esélyei. A betegszoba alkalmas arra, hogy az érintettek minden paraméterét figyeljék, és szükség esetén azonnal megkapják a megfelelő kezelést. A stroke ellátásában elsősorban az iszkémiás, tehát trombózis alapon kialakuló stroke ellátásában nagyon fontos szerepe van az időnek, rendkívül fontos szerepe van. Varannai Lajos, a Vármegyei Kórház neurológiai osztályának vezetője hangsúlyozta, a Máté Szalkai tagintézményben kialakított új szubintenzív szoba jelentőségét. Az ötágyas kórterem a legmagasabb szintű monitorozást teszi lehetővé, ami a sztrókos betegek kezelését követő néhány órát jelenti. A Máté Szalkai térségben hiánypótló a beruházás, ami jelentősen növeli annak az esélyét, hogy a paciensek később teljes életet éljenek. Minél hamarabb a stroke esemény kialakulásához, minél rövidebb időn belül jut hozzá a beteg ehhez a kezeléshez, annál nagyobb eséllyel várható az, hogy javuljanak a tünetei, vagy fognak javulni a tünetei. Ez az időablak, ezt így hívjuk, ez jelenleg az infúziós kezelés, az intravénás, tehát vénába adott infúziós kezelés vonatkozásában 4,5 óra. Gyakorlatilag életkortól függetlenül, de ugye még egyszer mondom, ez csak iszkémiás sztrókban adható, vérzéses sztrókban, agyvérzés, klasszikus agyvérzés esetén nem jön szóba. Ez nem csak a sztrók betegek ellátása szempontjából fontos. Ugye maga az infúziós sztrók, iszkémiás sztrók betegről visszatérve, az iszkémiás sztrók beteg infúziós, intravénás infúziós kezelése, az igen nagy figyelmet, odafigyelést, fokozott megfigyelést igényel erre a fokozott megfigyelésre. Különösen az első órában, egy órán keresztül megy tulajdonképpen ez az infúzió, illetve az ezt követő 24 órában, vagy hát ezzel együtt 24 órában rendkívül fontos. Ugye ennek a kezelésnek az a következménye, maga a hatóanyag az feloldja a vérrögöt, a kialakult vérrögöt, tehát gyakorlatilag fokozott vérzékenységgel jár, akár agyvérzés is előfordulhat szövődményként. Ezért fontos az, hogy a beteg ellenőrzött, szorosan ellenőrzött körülmények között legyen, monitorozva, észlelve folyamatosan az élet funkcióit, vérnyomását, pulzusát, EKG-ját, stb. És időben észlelve, hogyha bármi probléma, ilyen jellegű probléma adódhat. Ilyen betegszoba a Vármegyei Kórház fenntartásában idáig csak Nyíregyházán volt elérhető. A sztrókon átesett betegeknél kritikus, hogy a baj bekövetkeztét követő órákban és napokban a beteg minden paraméterét figyeljék. Ugye a magyar lakosságot nagy mértékben érintő betegség a sztrók vagy szélütés, aminek a legtöbb verziójában egy 4,5 órán belül adott kezeléssel az esetek jelentős többségében igen magas életminőséget eredményező állapotot lehet elérni, sokszor gyakorlatilag teljes tünetmentességet. Ennek a kezelésnek azonban feltétele, hogy 24 órán keresztül az élet szempontjából fontos paramétereket, vitális paramétereket monitorozzuk, és ehhez szükséges ez a szubintenzív őrző vagy szoba, ami nem csak speciális intenzív ágyakat tartalmaz, hanem egy olyan monitorrendszert, ami ugye a nővérek, orvosok számára összefoglalóan mutatja mind az öt esetleg bent fekvő betegnek az aktuális helyzetét, és lehetőséget ad arra, hogy
olyan fajt, amennyiben szükség van rá, azonnal módosításokat alkalmazzanak a kezelésben. Ugye Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyére, ha ránézünk, akkor itt a centrum szerepet ellátó kórház, Nyíregyháza, az a megyének az egyik szélén elhelyezkedő kórház. Ugye hangsúlyoztam, hogy ez a kezelés akkor eredményes, hogyha egy nagyon szűk időablakon belül alkalmazzuk. 4,5 óra most az, amit erre a neurológusok mondanak. Minél rövidebb, annál inkább sikeresnek mondható ez a kezelés. Könnyen belátható, hogy a megye másik végéről a betegeknek az eljuttatása egy ilyen tünetegyüttes esetében sokszor vesz, mert ugye a beteg maga elgondolkodik azon, hogy tényleg nem fog ez javulni. Tehát mire felismerés szakáig eljutunk a mentő, vagy más módon bejut a beteg, és nagyon kicsi az esélye a másik végén élő lakosságnak arra, hogy időben jusson a centrum kórházba. Máté Szalka a vármegye közepén elhelyezkedő központ, akinek már eleve volt stroke központ funkciójára, felkészültek a kollégák, viszont a betegeknek az elhelyezése ilyen szempontból izolált kórtermekben egyesével történt. Pont ez a monitorozási lehetőség, amit most elmondtam, hogy fontos ennél a szubintenzív szobánál, sokkal kevésbé állt rendelkezésre, folyamatosan ellenőrizni kellett fizikailag a betegeket ahhoz, hogy ezt a fajta sikerességet elérhessük. Az új kórtermet a Máté-Szalkai önkormányzat és a helyben működő vállalatok összefogásával alakították ki. Hanusi Péter polgármester a Richter egészségnapot követően kezdeményezte a gyűjtést. Arról beszélgettünk, hogy itt van egy olyan ellátás, ami ezekben a decentrumokban egyébként nem jellemző, nagyon ritka. Mégpedig a stroke betegek ellátásával kapcsolatosan. És itt az a helyzet áll, hogy megvan az orvosi szaktudás, megvan az ápolási szaktudás ehhez, de a kórterem az nem 21. századi. Hogy jó lenne tenni azért, hogy Máté-Szalkán is megkapják, mint a világ legfejlettebb országaiban, a 21. századi szaktudás mellé a 21. századi körülményeket a betegek. Ezért én hazamentem a polgármesteri hivatalba, és arról döntöttem, hogy a polgármesteri alapból összekapargálva a morzsákat, ehhez a 3,5 millió forinthoz, amit a kórház vezetése felvetett nekünk, 1 millió forintot hozzáadjak. És ezután kerestük meg azokat a cégvezetőket, akik a multinacionális cégek vezetőjeként talán fontosnak gondolhatták azt, ami elképzelésünk szerint, hogy mellé állnak a kezdeményezésnek. A korszerűsítéshez és eszközbeszerzéshez szükséges összeg pedig egy nap alatt összejött. A fejlesztésre végül 3,5 millió forintot fordítottak a Vármegyei Kórház Máté-Szalkai tagintézményében. Átadták Tiszaeszlár vadonatúj helyi termelői piacát. Az önkormányzat a vidékfejlesztési programban elnyert 100 millió forintos támogatásból valósította meg a beruházást. Nagy István agrárminiszter az avató ünnepségen hangsúlyozta, az elmúlt 3 évben már 158 új vásárteret építettek vagy korszerűsítettek, több mint 13 milliárd forint értékben. Az eseményen elhangzott, a helyi termelői piacok erősítik a helyi gazdákat, emellett komoly közösségépítő és gazdaságfejlesztő hatásuk van. A Guba Tánc Együttes táncával autentikus avatást kapott Tiszaeszlár új termelői piaca. A helyi önkormányzat harmadik benyújtott pályázatát bírálták el sikeresen a fejlesztésre. Ennek köszönhetően épülhetett meg 100 millió forintos támogatással a település új fedett vásártere. Az átadó ünnepségen azokat a helyi és környékbeli specialitásokat tették pultra a termelők, amelyek rendszeres termékei lehetnek a jövőben a községi piacnak. Vajda László polgármester beszédében elmondta, Tiszaeszlár nem egy ipari jellegű település, a helyben megtermelt élelmiszert pedig minden szinten igyekeznek hasznosítani. Muszáj, hogy az agráriummal foglalkozzunk egy kicsit többet, és ebből szeretnénk kihozni a lehető legjobbat, ezért is próbálkoztunk. Ez a piac harmadik nekifutásra sikerült, csak ezt harmadszorra vittük át a lecet, de nem hagytunk neki békét 2019 óta, úgyhogy hál' Istennek megépült, és bízunk benne, hogy valóban egy szép közösségi tér lesz, és itt az emberek
adják, veszik majd a felesleget. Az önkormányzatunknak is van közmunkaprogramja, nagyon sokat termelünk, nálunk is keletkeznek feleslegek, amit a községi konyha nem tud feldolgozni a napi főzés során. Eddig a készleteknek nagy részét, a felesleget kiosztottuk, eladtuk, barteroztunk, cseréltünk, hát most megpróbáljuk majd itt helyben is valamennyit értékesíteni. Vinai Győző országgyűlési képviselő Tisza Esztlár elmúlt évekbeli fejlődését emelte ki. A településen ugyanis többek között belterületi út, konyha és a polgármesteri hivatal is megújult. A politikus elmondta, ehhez illeszkedik a piac is, aminek igazi közösségformáló ereje van. Itt lehet beszélgetni, itt meg lehet beszélni az élet nagy és kis dolgait, és valójában a magyar termékeknek csinál reklámot, ha mondhatom ezt, egy ilyen termelői piac. Tiszaeszlár nagyon jó pályázott, vidékfejlesztési pályázatból a maximális 100 millió forintot nyert el, és kitűnően sikerült ez a termelői piac. Nem beszélve arról, hogy Tiszaeszlár környékén a földeket megművelik, nagyon szorgalmas gazdák vannak, nagyon jó kocsistanya van, Mangalica telep, és ez azt mutatja, hogy Tiszaeszlár és a vidék élni akar, jó itt élni, és ez erősíti a mi identitásunkat, ide kötődésünket a szülőföldhöz. A termelői piacon felvonultatott kézműves termékeket Nagy István agrárminiszter is érdeklődéssel nézegette és kóstolgatta. A tárcavezető az eseményen elmondta, az elmúlt években összesen 158 termelői piacot építettek vagy korszerűsítettek, több mint 13 milliárd forint értékben. Hozzátette, Tiszaeszláron is komoly gazdaságfejlesztési hatása érvényesülhet az új piacnak. A piacnak jövője van a mai világban is. Csak átalakult funkciójában, jellegében, ötvözi mindazt a hatást, ami az évszázadok során végbe ment a fejlődése során. Nézzük meg a rendszerváltás idején, hogy hogy jöttek a nagy-nagy áruházak, aztán a diszkontok, és ma itt vagyunk újra a termelőpiacokon. Mert rájöttünk arra, hogy a legbiztosabb, minőségében a legjobb, legkiválóbb az az, amit valahol a szomszéd kertbe állítottak elő. És ma már azt kell figyelembe vennünk, hogy a régi típusú piac nem szolgálja a 21. századi ember igényét. Mert felöltözünk szépen, szeretünk kijönni, nem akarunk sárban tapogni. A piac visszatért az eredeti ősi szerepéhez, mert agórává vált, agóra lett belőle. Találkozó hely. Mert nem csak arról szól, hogy kiváló terméket tudunk venni, hanem itt van a termelő is, akitől meg tudjuk kérdezni, hogy mitől különleges az a termék. Itt a termelő, aki találkozik a vásárlóval, és el tudja neki mondani, hogy az ő terméke mitől a legjobb a világon. Kialakul egy kapcsolat. Tanulunk, fejlődünk, kötődések alakulnak ki. És valljuk be, sokszor itt találkozunk az utcabeliekkel, a rokonokkal, ahol van időnk legalább megkérdezni azt a jó napot után, vagy szervusztok után, hogy hogy vagy, és meg is várjuk a választ. És ez egy nagyon fontos dolog. És van még egy nagyon fontos szerepe. Azon túl, hogy közösségi tér, láthattuk a csodálatos táncot, a muzsikát, a viseletet. Mennyire köt bennünket a hagyományainkhoz. Mennyire két lábbal a földön járók leszünk. Mennyire tudjuk majd értékelni azt a termőföldet, ami körülvesz bennünket. És mennyire meg fogjuk becsülni azt a paraszt embert, aki elvégzi a napi munkát. Hogy mennyire kell levennünk a kalapot a tirpákság előtt, akik a mai időkben is kiválóan teszik a dolgokat és piacoznak. Fantasztikus dolog mind-mind egyben. És hogy mondjak még egy előnyét ennek a beruházásnak. Mert most csak ezt látjuk. Most csak azt látjuk, hogy kijönnek a termelők, és kihozzák az áruikat, és majd meg fogjuk venni. De ez egyben új lehetőséget nyit meg. Majd nézzék meg, nem kell egy-két év, hogy elteljen, és elkezdenek mellette fölépülni vállalkozások, szolgáltatások. Mert rá fognak jönni az emberek arra, hogy itt sokan járnak. Ide érdemes fejleszteni, itt van üzleti lehetőség. Mindenütt, ahol termelő piacot adtunk át, mindenütt ez lett a következménye.
gazdaságfejlesztés, közösségépítés, megmaradás erősítés. Az a szlogen, amit polgármester úrék, az önkormányzat kitűzött maga elé, ez itt a valóságban így ver gyökeret. Hogy úgy érzik, nem kell innen messze menni, nem kell innen elköltözni, hanem tiszaeszlárjaként kell élni. És hogy az nem kompromisszum, hanem minőség. Mi minden nap az Agrárminisztériumban és a kormányban azért dolgozunk, hogy a vidéki élet egy olyan életmód lehessen, amely minőséget jelent. Amely jó infrastruktúrát, jó lehetőséget, biztonságos megélhetést, és egy olyan csodás természeti környezetet jelentsen mindnyájunk számára, ahol a gyerekeinket úgy tudjuk nevelni, ahol amit egy más városban sem. Ez a dolog és a mindennapi munkánknak a lényege. A piac hidat teremt termelő és fogyasztó, ember és ember között. A pultokon, asztalokon a friss hazai zöldségek és gyümölcsök, tej vagy hústermékek, mézek sorakoznak, mely portékák a termelők felelősségteljes munkájának a következménye. Sőt, a termelő szíve lelke a szeretete. Hiszen igazán jót, minőséget csak valódi odaadással lehet készíteni. De a piac több, mint elárusító hely, több, mint a heti bevásárlás szintere. A piacnak lelke, egyénisége, sajátos, semmivel nem összetéveszthető hangulata van, igazi közösségi tér, a város vagy a falu központja. Az Agrártárca 2010 óta ambiciózusos célokat tűzött ki maga elé, amelyek közül most szeretném kiemelni a lakosság egészséges táplálkozásának elősegítését, a helyi identitástudat erősítését, a helyi termékek értékesítésének előnyben részesítését, illetve a rövid ellátási lánc támogatását. A polgári kormány már 2012-ben lépéseket tett a helyi gazdaságok élénkítésére azzal, hogy bevezette a termelői piac fogalmát, és onnantól kezdve támogatjuk a ilyen piacok kialakítását. A helyi termelői piacok létrehozásának alapvető célja az volt, hogy megkönnyítsük a kistermelők által megtermelt alaptermékek, illetve az azokból előállított élelmiszerek eljuttatását a fogyasztókhoz. Nemzetgazdasági, sőt adott esetben nemzetbiztonsági szempontból is fontos cél számunkra, hogy a lakosság elsősorban a hazai előállítású termékeket keresse és vásárolja. Különösen így van ez az élelmiszerek esetében, amelyek előállítása nem csupán munkát ad az élelmiszerláncban dolgozók számára, hanem különösen veszélyhelyzetben ellátási biztonságot is teremt. A Magyarországon előállított termékek egyúttal magasabb szintű élelmiszerbiztonságot jelentenek a lakosság számára is. Az Agrárminisztérium a vidékfejlesztési programon keresztül hirdette meg a kistermelők termelési és értékesítési lehetőségének stabilizását segítő beruházási pályázati csomagot. A célunk a mezőgazdasági kisüzemek, valamint a helyi piacok és vásárterek fejlesztésének támogatása volt. Mindaz, amit most önök itt a szemük előtt látnak. Ennek a gondolatnak a jegyében 2020. októberében megjelent a felhívás a vidéki térségekben működő önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok vagy non-profit szervezetek nyújthattak be legfeljebb 100 millió forintnyi támogatási kérelmet új, vagy már meglévő helyi termékértékesítés szolgáló piacok és vásárterek létrehozására, fejlesztésére. A támogatás intenzitása 85% és 95% közötti. Arról számolhatok be önöknek, hogy jelentős érdeklődés övezte ezt a pályázatot. A döntések 2021. májusától folyamatosak, így már 158 kérelem rendelkezik támogatói okirattal. A megítélt támogatás összege pedig megközelíti a 13 milliárd forintot. A mezőgazdasági kisüzemek támogatása esetében 15 ezer eurónak megfelelő forrásra pályázhattak az őstermelők és a kisvállalkozások. Mert hogy is jön össze a dolog? Ha az önkormányzat pályázhat egy piacra, egy piac létesítésére, akkor támogatnunk kell a kistermelőket, hogy tudják a kézműves termékeiket kihozni a piacra. Mert mióta ezt a rendszert építjük, tudják, mi lett a legnagyobb változás? Megismerték az emberek a kézműves termék fogalmát. A kézműves termékek forradalmasították a magyar gasztronómiát.
hiszen a hagyományos termelésre alapozva, a hagyományos ízeket figyelembe véve juttatják a legszélesebb körben a termékeiket a piacra. Nincs ennél fantasztikusabb dolog. Rácsodálkozni a nagymamánk ízvilágára, rácsodálkozni a hagyományos vidéki ízek színkavalkádjára. Gondoljunk bele, egy hurkát, egy kolbászt, egy sajtot, bármilyen terméket, különböző vidékeken hányféleképpen készítünk. A kézműves termékek egyben őrzik a hagyományainkat. És ez az, ami nem egy uniformizált terméket tesz lehetővé számunkra, nem a diszkontok és nagyáruházak standard árukínálatát biztosítják, hanem a különleges minőséget, a különleges ízvilágú termékeket. Ezért különleges, ezért fantasztikus, ezért kell mindenképpen támogatni. És ha az önkormányzatoknak adtunk 100 millió forintot termelői piac létesítésére, akkor kellett adni a 15 ezer eurót, a 6 millió forint közötti összeget azért, hogy az emberek műveljék meg a kertet, termeljenek még legalább 5 évig, tartsák fenn a kisgazdaságukat 5 évig, és tudjanak egyet lépni előre. Legyen hely, ahol keresetkiegészítő tevékenységként árusíthatják a termékeiket, hogy ne kelljen azért messze utazni, plusz külön munkát vállalni, hanem gyakorlatilag a két kezük nyomán tudjanak plusz bevételekhez jutni. És gyakorlatilag mindez azt jelenti, hogy az a kézműves termék, az a hozzáadott érték, amit születik, az hozzájárul ahhoz, hogy Tiszaeszláron élni lehessen, hogy Tiszaeszláron megmaradni lehessen. Nincs fontosabb cél ennél, mint hogy az itteni lakosok, amikor meglátják azt a feliratot, hogy Tiszaeszlár, jó érzést töltse el a szívüket, érezzék, hogy hazajönnek, érezzék az otthon szívet melengető érzését. Hiszem, hogy ez a piac is hozzájárul ehhez. Tiszaeszlár önkormányzata a vidékfejlesztési program pályázatán nyert támogatást egy fedett, de ugyanakkor kinti vásártér és egy zárt piaci környezet kialakítására. 1534 forint, ennyi lesz 2024 nyarán a tanulói jogviszony mellett munkát vállaló diákok átlagos órabére Szabolcs-Szatmár-Berekben, ami magasabb a tavainál. A kormány 11 éve indította útjára a nyári diák munkaprogramot, amelynek keretében idén mintegy 3,8 milliárd forinttal támogatja azokat az önkormányzatokat, valamint a versenyszférába tartozó munkáltatókat, akik diákokat alkalmaznak a nyári hónapokban. A kormányhivatalok június 17-től várják azokat a diákokat, akik regisztrálni szeretnék magukat a nyári diákmunka 2024 programba. A regisztrációt követően a támogatott időszak július 1-én indul, és augusztus 31-éig tart. A kormány immár 11. éve támogatja a tanulói jogviszonnyal rendelkezőket a munkahelyeken való elhelyezkedésben a nyári szünidő idején. Összesen 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre az idejében, és nagyságrendileg ebből egy olyan közel 20 ezer fiatalnak a foglalkoztatását fogjuk segíteni. A foglalkoztatók azok tulajdonképpen két fő pilléren vannak, az egyik az önkormányzatok, illetve az önkormányzatoknak az intézményei és egyházak. A másik láb pedig a versenyszféra, és a versenyszférán belül pedig a mezőgazdaság, a turizmus, a turisztika, a vendéglátás, és most idei évtől először az erdőgazdálkodás is, az állami, illetve magánerdők is adnak ugye ilyenkor sok feladatot, és nekik is lehetővé tettük azt, hogy foglalkoztatóként megjelenjenek a programban. Comba Sándor hozzátette, az önkormányzatok 100%-os bértámogatást kapnak, de ott a diákok legfeljebb napi 6 órás munkaviszonyt létesíthetnek. Ezzel szemben a versenyszféra foglalkoztatóinál akár napi 8 órás munkaviszony is lehetséges. Itt az állam a bérek 3/4-ét vállalja át, a maradékot a munkáltatónak kell hozzátennie. Amikor a bérekről beszélünk, akkor a minimálbér és a garantált bér minimumról beszélünk. Természetesen ennél többet adhat önkormányzat is, illetve a versenyszféra résztvevője is. Ennek elvi akadálya nincs, de ebből a szempontból, tehát hogyha mindenki azt az összeget adja, amit mi támogatásként odaadunk, illetve minimálisan meghatározunk, akkor nem lesznek ezek a területi különbségek, mint amik az átlagkeresetnél egyébként ugye elég jelentősen föl szoktak merülni, mikor a KSH adatai megjelennek, ugye főleg ott a mi Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyében sokan ugye hüledeznek, amikor azt látjuk, hogy 658 ezer forint az átlagkereset magyar
Magyarországon, és hát ugye nyilván a mi vármegyénkben ez jóval ez alatt az összeg alatt marad. Úgyhogy ezek a különbségek itt vélhetően nem, vagy csak sokkal kisebb mértékben lesznek jelen. Tehát a támogatott összeg az minden vármegyében ugyanannyi lesz az állam részéről. A kormányhivatalok mellett különböző diákmunka közvetítő szervezetek is rendelkezésre állnak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, amelyek nem csak nyáron, hanem az egész évben segítik a fiatalok munkavállalását. A nyíregyházi tapasztalatok szerint egyre népszerűbb a részmunkaidős állások keresése a diákok körében. A diákok körében szerintem a diákmunka egyébként nagyon-nagyon népszerű, mind az önkormányzati diákmunkák is, mind az iskola szövetkezeteken keresztüli diákmunkák. Én viszont csak a melódiákról tudok beszélni, hogy nagyságrendileg körülbelül nálunk hány diák dolgozik egy nyári hónapban. Az előző szezont tudom számon venni, ami körülbelül olyan 600 diákot foglalkoztattunk havonta, amit bízunk benne, hogy egyébként az idei szezonban havi még több diákot tudunk foglalkoztatni. Vannak olyan partnereink, akik elvárják egyébként, hogy a diákokat is leinterjúztassuk, mielőtt munkába állnak, vagy van olyan partnerünk is, ahol együtt interjúztatunk diákot, de legtöbb esetben elég, hogyha itt az iskola szövetkezetnél beregisztrál a diák, és amint van a számára megfelelő lehetőség, akkor oda küldjük őt dolgozni. Már legális a diákmunkavégzés 15 éves kortól, viszont akkor még nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségek, viszont már amint betöltik a 16. életévüket, törvényileg és a munkalehetőségek szempontjából is sokkal nagyobb a diákok mozgástere. Majd ha már betöltötték a 18 éves korukat is, akkor már korlátok nélkül vállalhatnak diákmunkát. Jelenleg ugye most 1534 forint az órabér, viszont vannak olyan esetek, ugye, mikor erre még rájön egy műszakpótlék, erre még rájönnek különböző bónuszok, plusz juttatások, szóval így alakul a diákok bére legtöbb esetben. Ez azt jelenti, hogy ha egy 18. életévét betöltött diák heti 40 órát tud dolgozni a nyári hónapok folyamán, akkor egy hónapban átlagosan 160 óra munkavégzéssel és SZJA mentességgel számolva nettó 245.440 forintot vihet haza Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Mozgi Járosi Dorina hozzátette, az órabérek mellett egyes munkáltatók béren kívüli juttatásokat is biztosítanak a munkavállalóknak. A teljes képhez hozzátartozik továbbá, hogy a fővárosi diákmunka órabérek a versenyszférában akár a 2000 forintot is meghaladhatják, és ez havi nettó 300.000 forint vagy e fölötti jövedelmet jelenthet a szorgalmas diákok számára. A közvetítő irodavezető azt mondta, gyakran előfordul, hogy a tanulók az iskola elvégzése után pontosan azokon a munkahelyeken folytatják karrierjüket, ahol diákként már pozitív tapasztalatot szereztek. Idén egyre több 15 éves látogat az irodánkba, ami nem volt tapasztalható amúgy az előző évek során. Viszont 15 és 25 év között teljes mértékben változó az életkor, akik látogatják az irodáinkat, illetve telefonos megkereséseket tesznek. Próbálunk mindenkit elhelyezni különböző partnereinknél, különböző diákmunkákon, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek. Viszont az eddigi években ugye sokan úgy gondolták, hogy csak nyáron van létfontossága ennek a diákmunkának, viszont ez már annyira kiegyenlítődött, hogy körülbelül már egyenlő arányban vannak azok a diákok, akik csak nyáron dolgoznak, meg azok, akik egész évben dolgoznak. Egyre több lehetőség van egyébként a 18 év alattiaknak is, egyre több munkát tudunk nekik biztosítani. Illetve továbbra is elmondható, hogy azért az iskola szövetkezeti forma egy olyan elsajátítható tudást és életszerű tapasztalatot nyújt a diákok számára, ami ugye az iskolában nem tanítható egyébként, olyan dolgokra tanítja meg a diákokat. Többnyire ugye a termelő és idegenforgalmi vagy vendéglátással foglalkozó vállalkozások, mindig egyébként a legnépszerűbbek a strandos munkák. Különböző gyakornoki pozíciókat is tudunk biztosítani diákoknak, egyébként akár egy IT, egy HR, egy műszaki vonalon való gyakornoki munka, és nagyon sok fiatal elhelyezkedik ott, ahol annó diákmunkásként kezdte, és azt is tudjuk, hogy nagyon sok vezető karrierje úgymond egy diákmunkával indult. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral jövő hét hétfőn jelentkezünk. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!